Tamásiban 3 éve alakult a kábítószerügyi egyeztető fórum, a városban található iskolák, intézmények, szervezetek megbízottainak részvételével, amely azóta 4. évente ülésezik. A legfontosabb célul azt tűztük ki, hogy egy helyzetfelmérést készítünk arról, hogy mi is a helyzet a drog területén a városban, Tamásiban és környékén. Erre a helyzetfelmérésre építve fogjuk a városi drogstratégiát majd kialakítani és elkészíteni. Olyan kisvárosban is, mint Tamás is, sajnos létezik és jelen van a drog. Azt nagyon nehéz megmondani, hogy milyen mértékben. Tehát én magam is kíváncsi vagyok, hogy a helyzetértékelésből mi fog kijönni, és ez a mindig is látens dolog, ezt mindig is látens dolgot mennyire fogjuk majd látni, és elsősorban a megelőzésre kell nekünk koncentrálni. Tehát ennek a fórumnak és az itt ülőknek is a legfontosabb feladata az, hogy milyen megelőzési technikákat tudunk alkalmazni, főleg a fiatal korosztály tekintetében. Az éppen aktuális munkafolyamatokról az évente 4-szer tartott ülésein a tájékoztatást a KEF, a tagszervezetek, társhatóságok képviselőinek. Ilyen aktuális volt tájékoztatnunk a jelenlévőket a helyi egészségfejlesztés és drogstratégia előkészítésének jelenlegi állásáról, ugyanis ezekben a hetekben kerül sor az online lakossági kérdőív közzétételére az önkormányzat hivatalos online felületein. Most az őszi szünetet követően kerül majd felvételre a jelenléti kérdőív a helyben tanuló 16 éves diákok körében, illetve folyamatosan érkeznek a megkeresett hatóságoktól, illetve társszervezetektől a kezelés-ellátás, illetve a kereslet és kínálat csökkentés területéről, mely adatszolgáltatásokat szeretnénk felhasználni a stratégia megalkotásához. Törekednek rá, hogy a 4. évente megtartott üléseiken az aktuális napi rendi pontok megtárgyalása mellett olyan szakmai előadások is elhangozzanak, amelyek gondolatébresztőek lehetnek. Ezúttal a Paksi plébános Kutas Attila volt a vendég. A hit és a közösség szerepét hangsúlyozta, a perifériára szorultak, és az elesettek felkarolásában, megsegítésében, melyet mi is nagyon fontosnak találunk a drogprevenció területén is, hogy megtaláljuk azokat a személyeket, akik segítségre szorulnak, és megtaláljuk azt a módot, ahogy segíthetünk nekik. Fontosnak tartjuk, hogy hasonló gondolat ébresztő előadásokat hozzunk el ezekre az összejöveteleinkre, hogy az itt megjelent intézményvezetők, társhatóságok, iskolák képviselői egyfajta iránymutatás segítséget kapjanak a drogprevenciós munkájuk során is. Kutas Attila több példát is hozott, köztük személyes történetek is voltak, melyeken keresztül próbált rávilágítani, hogy milyen fontos, hogy a körülöttünk élők emberi mi voltát szeressük, mellé álljunk annak, akinek erre élethelyzete miatt szüksége van. Történt egyszer, hogy a dzsungelben eltévedt egy vadász. Hosszú kétségbeesett bolyongás után rátalált egy bennszülöttre. Kézzel, lábbal mutogatva, néhány szót eldadogva közölte vele, hogy eltévedt, s kérte, hogy mutasson neki utat. Mire a bennszülött így válaszolt, itt az őserdőben nincsenek utak, itt én vagyok az út. Ha ki akarsz jutni innen, kövess engem. A plébános az elmondott történettel próbált rávilágítani, hogy fontos jó példát mutatni. A délután folyamán a drogstratégia helyi megalapozó tanulmányának elkészítéséhez szükséges kérdőívekről is szó esett. Két helyi középiskolában fogjuk felmérni a jelenléti kérdőívet. Az ESPAD kérdőívhez hasonló metódus szerint az online lakossági kérdőívet viszont bárki kitöltheti majd, aki ezt a városhivatalos honlapján, és ugye ezt közzétéve a városhivatalos Facebook oldalán is megtalálja és elérheti. Itt nem csak a droggal kapcsolatos adatokat szeretnénk felmérni,
és ennek eredményét összefoglalni, hanem általánosságban a függőségekkel és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban szeretnénk némi rálátást kapni ezáltal. A helyieknek körülbelül egy hónap áll rendelkezésére, hogy a város hivatalos platformjain megtalálható kérdőívet kitöltsék, melyet aztán szakértők fognak összesíteni. A helyzetfelmérés eredményének dokumentumát fogjuk elkészíteni decemberben, amely egy megalapozó tanulmány lesz a helyi drogstratégiáról. Várhatóan december közepén összegzik majd a kitöltött kérdőíveket, amelynek eredményét a későbbiekben az érdeklődők számára is elérhetővé teszik.